zenével folytatjuk zenés beszélgetéssel adásunkat, és legnagyobb örömömre Novák János köszönhetem a stúdióban, akivel egy fél évvel ezelőtt találkoztunk. És te hozott ismét. Köszönöm, hogy itt lehetek. Hát köszönöm nektek is, meg hát a csillagok is úgy állnak, hogy előre tudunk menni, és nem visszafelé. Amit egyébként nem tudtunk megjósolni egy fél évvel ezelőtt, de most koncentre invitáljuk a kedves nézőket, amely jövő héten lesz. Ezekről fogunk beszélgetni, és természetesen arról, hogy volt egy időszak az életedben, amikor számüzetésbe vonultál. Na, nem önkényes számüzetésbe, hanem a sors úgy hozta, hogy el kellett vonulnod a világ elől. Azok, akik a Facebookon vagy a közösség oldalakon nap mint nap hírt kaptak rólad, azok ilyen tudathasadásos állapotban voltak, hiszen azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy egy nagyon kemény betegséget kellett legyőznöd, amihez steril szobába és steril körülmények közé kellett menni. Mesélnél ezekről az időszakokról? Alapvetően ez egy olyan történések, amit az ember jó ízléssel és a saját belső sugallataira hallgatva inkább eltitkolna, vagy inkább elvonulna a világtól, de ezt nem tehettem meg, már csak azért sem, mert annyi ember iránt tartozom felelősséggel, ugye kezdve rögtön a színházzal, és azt gondolom, hogy ha én nem is vertem nagy dobra, hogy mi történik velem, de akik kérdeztek, annak mindig megpróbáltam őszintén válaszolni, és akkor már nem maszatoltam, mert azt gondolom, hogy tartoztam mindazoknak, akik bíznak bennem, meg akik a jövőjüket kicsit a Kolibri Színház jövőjéhez kötötték. Tehát nem beszélve a rokonokról, családtagokról, tehát az őszintességet azt próbáltam tartani ezekben az időszakokban is. Persze az ember nem tudta pontosan mindig, hogy mi történik. Az egész egy derékfájással kezdődött, még a Szögdelész című gyerekoperát rendeztem az operában, amikor már komoly derékfájásaim voltak, és alig bírtam mozdulni. De ezt is elnézték a kollégák, és nagyszerűen dolgoztunk együtt. A reggeli felkelés az fájdalmas és hosszantartó volt, de aztán napközben tudtam rendesen dolgozni. Aztán valami roppant a derekamba, és akkor az idegsebészetem, mikor a gerincemet föltöltötték, kiderítették, hogy ez tulajdonképpen nem egy ideg probléma, hanem egy vérbetegség. Rögtön az egyes belosztályra kerültem, Demeter Judit professzorasszony fantasztikusan ápolt és tanácsolt, és tehát nagyon-nagyon segített abban, hogy ez ne húzódjon el a végtelenségig. És így találtunk Debrecenre, ahol hát egy fantasztikus stáb gyógyított, amikor az a döntés született, hogy egy csontvelő átültetés a következő etap, ami a gyógyulásom érdekében meg kell tenni. Debrecenben elég hamar sorra kerültem, még egyszer mondom, fantasztikus táv volt, nagyon jó hangulatban dolgoztak, és hát amikor véget ért a kezelés, utána kellett találnom egy olyan lehetőséget, ahol a családomat, a macskákat és az egyéb állatokat elkerülve lehetőleg egy steril környezetbe töltsek 100 napot, amíg az immunrendszerem újraépül. Ezt a 100 napot nem távol a környezetemtől, a Balzak utcában egy barátom lakásán töltettem el, aki nem kérte, hogy, sőt, inkább azt mondta, hogy ne reklámozzam őt név szerint, minden esetre nagyon nagy hálával tartozom neki, mert odaadta a lakását, és így valóban lehetőségem volt, hogy egy ápolónővel, aki rám nézett minden nap, azt a 100 napot el tudtam tölteni. Nagyon fontos, hogy a gitárom így nálam lehetett. Igen. És akkor a Facebookon is, meg a baráti körben is a frissen elkészült dalokat küldözgettem. Általában a dalaim többsége az adiversre született, de ebben az időszakban Szépernő valahogy jobban esett, kevésbé volt végletes, és kevésbé volt élethalált kiélező, inkább megbocsátó, inkább derűs, inkább optimista, és ebben az időszakban erre nagy szükségem volt, szerintem ma is szükség van erre. És hát ez alatt az időszak alatt, a 100 nap alatt mondjuk született 20-30 új dal, egy pár régit hozzácsapva, Ráadás dalok címen fogom előadni barátaimmal jövő szerdán a Kolibri Színház előcsarnokában ezeket a dalokat, mert igazából ezek a dalok akkor születnek meg, amikor meghallgatják. Azoknak a barátaimnak, akik így e-mailben vagy Facebookon ezeket a dalokat megkapták, meghallgatták, sőt van olyan barátom, aki még klipet is készített rá, hát azoknak köszönöm, hogy ezekben az időszakokban segítettek, és most éljék a normális életüket.
ami azt jelenti, hogy találkozzanak a közönséggel, és hát ha megszeretik mások is. Azt gondolom, ezután csak egy dalnak kell következni, aztán majd kérdezgetek. A dalokból rögtön egy olyan, ami hát nagyon a rokon a lelkem, mert a felhőkről van szó, nincs egyéb örömöm, mint felhők az égen, írja Szépernő, és hát a fotóim nagy része is ilyen felhő, meg háztető fotózásból áll, tehát mondhatnám, hogy ezt az összes Facebookos barátomnak köszönöm, illetve nekik is küldöm ezt a dalt. Nincs egyéb örömöm, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szerencsém, mint a felhők az égen. Nincs egyéb újságom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vetésem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb színházam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb nyugalmam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb szándékom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb mentségem, mint a felhők az égen. Nincs egyéb igazam, mint a felhők az égen. Nincs egyéb vigaszom, mint a felhők az égen. Nincs egyéb reményem, mint a felhők az égen. Nem véletlen. Nőt, igen. Nem véletlen, hogy ezt a verset választottad megzenésítésed tárgyául. Menjünk vissza a steril szobába egy kicsit. Az emberek nagy része, amikor diagnosztizálnak egy súlyos betegséget, és egy ilyen elvonulásra kényszerülnek, akkor legtöbbnyire azt gondolom, hogy végig gondolják az életüket, és depresszióba esnek. Ahogy mondtad, te nagyon sok embernek tartozol felelősséggel, nagyon sok emberért tartozol felelősséggel színházvezetőként, mert valljuk meg őszintén, most ha a Kolibri nem is egy egyszemélyes történet, de Novák János nélkül eléggé elképzelhetetlen, és nem lehet tudni, hogy mi lesz a sorsa. Tehát ez a felelősség azért ez ott kellett, hogy legyen a válladon, és kellett, hogy erőt adjon, de közben meg egy teher is. Bárhogy is nézem. Nem gondoltad ezt így végig? Ez a teher, ez biztosan az én esetemben talán nem ismerült fel. Egyrészt fantasztikus táv működött a színházban, tehát abban a pár hónapban, amikor fizikailag nem lehettem ott, akkor olyan események történtek, olyan bemutatók történtek, amik abszolút építették a színházat. Vidovszky Gyuri az ifjúsági részre különösen odafigyelt, gazdasági igazgatóm is nagyon kézben tartotta a dolgokat, és hát a műszaki vezetőm Farkas Istvánt is megemlítem, hiszen ez a sok minden, hogy ott háttérben rendben legyen, az ő személyiségükön is múlt. A másik pedig az, hogy hát ez nem teher, amikor az ember az életét abban azzal tölti, hogy tervez, hogy mérlegel, hogy a közönségre gondol, és hát a nemzetközi akciók is folytak ebben az időszakban is, tehát úgy az ifjúsági színházi projektünk, mint a Csecsemő színházi, ahol 16 különféle országból különféle csoport dolgozik együtt, és ezek is követték az én gyógyulásomat, tehát jöttek az üzenetek a világ minden tájáról.
Tehát ezek inkább építettek, és hát nagyon fontos a családom, a lányaim, mondhatnám még az unokáim is, akik naponta küldtek üzenetet és fotókat magukról, és azt gondolom, hogy hálával tartozom a főnökeimnek is, akik lehetővé tették, hogy amit otthonról el lehet végezni, azokat a munkákat továbbra is csinálhattam. Tehát engedélyt kaptam arra, hogy ebben az időszakban működjek én is, mint színházigazgató. És itt tulajdonképpen ez a folyamatosság, ez nem tört meg. Tehát ahogy letelt az a 100 nap karácsony táján, szinte egy időben azzal el lehetett kezdeni egy új darabot, aminek most már folynak a próbái, ami kifejezetten ilyen családi színházi produkció lesz, és a Mágikus Állatok Iskolája, ennek a próbáit tartjuk. Ezzel párhuzamos volt az, hogy azt a 100 napba született dalokat, hogy úgy letegyem, hogy megtörténjen. Tehát ez egy olyan adósságom, ami úgy érzem, hogy egy korszakot lezár, és talán segít is a tovább lépésben. Milyen furcsa, 100 nap egy steril szobában, és közben ott van a világ velünk együtt, hiszen most már egy ilyen nyitott internetes online világban élünk, az emberek nagy része online éli a kapcsolatait, hát nem úgy a művészek. De most még egyszer visszatérnék ebbe az egész steril környezetbe. Azért, mert az embereknek el kell tudniuk képzelni, és erőt kell tudni, hogy merítsenek abból, hogy ha Novák János meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom csinálni, ha nem is akkorában, hiszen nem mindenki alkotó ember, azért az alkotó embernek könnyebb. Mit lehetett bevinned? Mi lehetett veled? Most én azt mondom, ketté hogy egy szépernyő kötet, igen. Meg érted, igen. Szóval mitől steril a steril? Hát az igazi sterilitás az Debrecenben volt, oda nem vihettem be csak egy könyvet és a mobiltelefont. Az talán 2 hétig tartott. Ez a fajta sterilitás, amit a lakásban végeztem, az jóval enyhébb volt, de ott is, ami igazán veszélyeket rejtett, ott, ahol meg tud ülni a por, tehát pont a könyvek, pont a textilek, tehát ezeket kellett úgy a lakásba elrendezni, hogy lehetőleg kevés porfogó legyen, és ami könyvet olvastam, vagy kezemben volt, azokat előtte lefertőtlenítettem. Mester Mária, az ápolónő, ez volt. Ez volt a mesterség. Ebben segített nekem, hogy azért könyvekhez jussak, meg újsághoz jussak, és ezeket sterilizálva megkapjam, de ez a fajta sterilitás ebben a 100 napban fokozatosan csökkent, tehát lassan lazult, és hát a cél az volt, hogy visszavezessen a normális életbe, mire megerősödik az immunrendszerem. Tehát itt elsősorban az volt a lényeg, hogy amíg nincs immunrendszerem, amíg nem épül újra a csontvelő átültetés eredményeképpen nem épül újra az immunrendszerem, addig ne érjen olyan fertőzés, ami ellen a szervezetem nem tud védekezni. A gitárt kellett sterilizálni? Hát én jócskán sterilizáltam, tehát benzinnel letisztítottam, és mindenféle szerekkel megfújtkáltam. Ezt már előtte megcsináltad? Eltettem az egészet egy zacskóba, és amikor oda kerültem, hogy Pestre ebbe a lakásba költöztem, akkor odahozták nekem ezt a gitárt, és hát ez segített nekem sokat. Aztán az utolsó időszakban már a csellót is odahozták. Ez azért érdekes, mert egy hónappal ezelőtt terveztem, hogy ezt bemutatjuk, de hát az utolért az influenza, és nem tudtam eljátszani ezt a Kolibri Színházban január 15-én, most február 15-én minden erőt összeszedve azon leszek, hogy ez megtörténjen, de a kettő között a Magyar Kultúra Napján a Cseh Tamás archívumban összeállt a régi stáb, aki kísérte Tamás, az Ad Libitum együttes, és hát én ott tartottam nagyon azt a formát, hogy ahogy régen a Tamás mellett én csellóztam, a Tamás dalait, mikor újra játsszuk, többségében azt is cselló mögül csinálom, és amit nem tudtam mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hogy együtt énekelni és csellózni, tehát hogy valamit alapot hozni a csellóval és hozzá énekelni, mert akkor nagyon a figyelmem a csellózáson volt. Most valahogy érdekes módon ezt a kettőt meg tudtam osztani, és most legutóbb a Magyar Kultúra Napján adtunk egy ilyen 1,5 órás koncertet, és hát kellett, hogy a cselló is kézbe legyen, és meg tudjanak szólalni a dalok is, és hát azt nagy szeretettel fogadták, akik ott voltak, úgyhogy ez is jól esett. Alapvetően az ember még eljut egy ilyen helyzetbe, azt azért mindenki, mikor számot vett az életébe, tudja, hogy vannak olyan pontok, amikor
amikor ha az ember nem is tudja, hogy akkor kaptam el a betegséget, de volt egy olyan pont, amikor a betegség támadhatott. Tehát nekem is egy évvel ezelőtt történtek olyan dolgok az életemben, a válás, édesanyám halála, a lakásának a felszámolása, ami külön-külön nem voltak olyan nagyon felkavaróak, de olyan, mikor ez úgy egyszerre megtörtént, különösen édesanyám lakásának a felszámolása, ami objektív okból meg kellett, hogy történjen, Az nagyon felkavar. Tehát a kiborogatott fiókokból, mikor előjött a gyerekkorom, a gyerekeim gyerekkora, a gyerekrajzok, a szeretlek nagyi képek, és hogy mit csináljunk ezzel ott hirtelen, ez nagyon mélyen érintett, és aztán jött a betegség, aminek valószínűleg a kettőnek van egymásra hatása. És a másik oldalt, ha ezt nézem, ez volt a negatívum, a pozitívum valóban a család megtartó ereje, a barátok megtartó ereje, és azt gondolom, hogy talán ez az egy, ami tanácsolható, hogy az ember nem érlegeljen, tanulja meg elfogadni mások szeretetét. Mert valahogy nagyon sok emberrel dolgozom, és nagyon sok barátom is van, de azt a három lépés távolságot úgy lélekben megtartottam. És most ez a fal, ha nem is omlott le, de amíg beteg voltam, úgy éreztem, hogy nincs három lépés, aki közeledik felém, aki rám mosolyog, aki úgy érzi, hogy ez üzenetet küld, azzal én hálával tartozom, és ezt a szeretetet elfogadni, ezt is meg kell tanulni. Lehet, hogy az embernek így 60 év fölött hozza az élet ezt, hogy tanulja meg ezt a pozitívumot értékelni, és viszonozni. Nem lehet viszonozni, tehát az ember meglepődik, hogy egyáltalán ennyi pozitív energiát kap másoktól, ennyi figyelmet kap másoktól, és abban reménykedik, hogy az élet más területén ebből valamit vissza tud adni. Talán ezek például a dalok ezek is. A salokkal, ezekkel a koncertekkel. Igen, hát ezzel próbálkozom, ezzel állítatom magamat, de vannak olyan pillanatok, amikor az ember tényleg érzi, hogy ad, és ilyen a gyerekszínház is, tehát amikor a gyerekek elvarázsolva jönnek ki egy előadásról, viszik magukkal a dalt, és lehet látni, hogy a különféle szerepek hogyan építik a személyiségüket, akkor azért nincs mínusz, mert akkor az ember érzi azt a pillanatot, hogy na most történt valami olyasmi, ami értelmet ad az ember életének. Uh-huh. Tehát ezt én soha nem éreztem tehernek, és mindig is épített. Tehát amikor az ember beül a csecsemők közé felnőtt férfiként, és látja, hogy hogyan boldogok, és hogyan boldogok azok a családok, akik egy ilyen előadásra eljönnek, az óhatatlan az ember lelkét is kisimítja. És ezekből az örömökből kell építkezni, ezt meg kell tanulni, befogadni, elfogadni, és hát ezen vagyok, ebben a tanulási folyamatban sokat segített a betegség. Remélem, hogy a személyiségem is ezzel kerekedik és épül. Ez a február 15-i koncert, amire most a nézőket is invitáljuk, ezek milyen dalokat fognak tartalmazni? Csak azok a dalokat, amiket a 100 nap alatt írtál, vagy pedig lesznek a régiek? Mondjuk úgy, az kétharmadában azok lesznek, és az egyharmada, ami azt kiegészíti. Tehát mondhatnám, hogy ez egy szépernőes lesz, mert egy pici Adi dalt is beletettem, és a Bereményi Gézának is egy új versét, mert Géza ebben az immun időszak végén eljött, és fölvette az összes maszkot, és beült, és írtunk együtt dalokat, ez mi igazán nagyon kedves gesztus volt, de ebből is el fogok énekelni egyet a terveim szerint, meg ezt a pici Adi dalt is, mert sok Adit is írtam. De ezt nem nevezhetem szépernő dalnak, mert vannak olyan nagy szépernő balladák, amiket most nem fogok elénekelni. Tehát inkább azokat a dalokat, amit ebbe a korszakba születek, vagy amik hasonlítanak erre a korszakra a régi dalok közül. És hát miután ez majdnem egy évet ölel föl a betegséggel való birkózásom, vagy a stációk, hát a dalok is ebbe az időszakba születtek, majdnem 100%-ig. Akkor fejezzük. Ez most egy vidám dal, és ránk is fér, ez nagyon ilyen tavaszi. Jön a tavasz, jön, boldog ember vagyok én, s boldog ember ön. Kibújik a rügy, ez a fának az ügye, szóval magánügy. Rügyeznek a fák, s mutatkoznak még egyéb ismert szimptomák. Fúj tavaszi szél, leviszi a kalapom, hát ez volt a cél. A pacsirta szól, nem nekem szól, csak mivel néki esik jól. És az ég oly kék,
Nekem most nincs semmi sem, ami nékem kék. Jön a tavasz, jön, 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 ön okosabb, mondja meg, miért boldog ön? Jön a tavasz, jön, 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 ön okosabb, mondja meg, miért boldog ön? Jön a tavasz, rügyeznek a fák, szépernő versét megzenésítette Novák János. A visszavonultságában 100 nap alatt többi más szépernő és adiversekkel együtt, amely koncert február 15-én hány órakor? Este 7-kor a Kolibri Színház előcsarnokában lesz. Kerül megtartása, ahova mindenkit szeretettel várunk. Isten hozott újra itt. Köszönöm, hogy itt lehetek. Kedves nézőink, ez volt már a Terézvárosi Magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét várom önöket. Maradjanak még velünk, mert most következik az Ez történt a héten ismétlése. Én pedig elköszönök önöktől, viszontlátásra.